ittunk, buliztunk, aztán elfogyott az alkohol, és bementünk egy faluba. Két testvérem, két sógorom, és én. Hát megvettük a bort, beültünk a kocsiba, elindultunk hazafelé. Volt egy S-kanyar, belementem. Kocsiknak kiszakadt a hátsó ida. Belevágottunk egy árokba, onnan egy fának és be kell kerítésnek. Onnan már nem emlékszek, hogy mi történt. Csak a rendőrökre. Édesöcsém, az anyósul is megette. Őt. 20 éves volt. 4 év, 3 hónap szabadságvesztésre ítéltek. A bátyámnak gerincműtéte lett. Sógoromnak nyakcsigolyája eltört, válla. A másik sógorom az meg lebírnult égtől lefele. Nekem meg semmi bajom nem lett.